Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük az ő gondolatait, terveit, amire ez a két kártya utal. Ez a koporsó lehet egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy, ahol viták, veszekedések, kihívások vannak. Az is lehet, hogy ez az ostor utal negatív gondolatokra, mint például, ebből úgysem lesz semmi, és így megsérti saját magát. De ebben az esetben a koporsó tud segíteni, hiszen lezárja ezeket a negatív gondolatokat, felszabadul ettől. Amit a képek még jelenthetnek, hogy most van egy kis szünet, nincs kapcsolat kettőtök között, és ezen töpreng, ez fáj neki, hiszen hiányzol neki. Most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható, hogy megvan nála ez az erotikus kisugárzás, de ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, és jelenti az ő nyitottságát. Nyitott arra, hogy veled nyíltan beszéljen olyan dolgokról, ami eddig megbántotta őt, vagy lehet, hogy ő bántott meg téged. Ő keresi a biztonság érzetét a párkapcsolatban, és erre nyitott, hiszen ez a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számára, hogy nálad le tudjon horgonyozni. Amit ez a horgony még szimbolizálhat, az a munka és a hivatás. Lehet, hogy ott vannak problémái, viták, nézeteltérések, az is lehet, hogy elküldték a munkahelyéről, ez lezáródott, és erről a témáról akar nyíltan beszélni veled. És mit fog tenni? Itt a virág csokor az jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, ezt ő majd ő kimondja tulajdonképpen, de azt is jelentheti ez a virág csokor, hogy közeledik hozzád, megajándékoz téged. Viszont látható itt ez a maszk, ez az állarc. Valaki állarcot visel. Szerintem itt nem róla van szó, hiszen itt látható, hogy mennyire nyitott veled szemben. Ő nem visel állarcot, de akkor ki ez a személy? A virágcsokor itt a környezetedben egy nőre utalhat. Ez lehet a barátnőd, vagy lehet egy kolléganő, és ő figyelmeztetni akar téged, hogy ez a nő a te környezetedben hamis. Állarcot visel, nem beszél nyíltan veled. És mi fűz össze benneteket? Itt, ha te egy hölgy vagy, te állsz a középpontban, te irányítod az eseményeket, minden úgy alakul, ahogy te ezt szeretnéd kiépíteni. Az is lehet, hogy ez a férfi rájött arra, hogy valaki hamis veled szemben, és ez bántja őt, akarja majd mondani, zárd le ezt a kapcsolatot. Sőt, nekem még hirtelen az is eszembe jutott, hogy ez a nő valamit mondott neki rólad, ami nem az igazság, ő erre rájött, és figyelmeztetni akar téged, hogy ne bízz meg ebben az ismerősben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!